főzőversennyel egybekötött falunapot szerveztek Nemespátrón. A rendezvényt mintegy 15 éve szervezik meg a községben, amelynek legfőbb célja a közösségépítés. A változatos programok között bárki megtalálhatta a számára megfelelőt. Akár azt is lehet mondani tényleg, hogy nyár akkor falunap, mert döntően a települések ilyenkor szervezik meg a saját kis ünnepüket, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy tavasztól őszig tart a falunapoknak a sorozata, és hála Isten el lehet mondani, hogy sorozata, hisz nagyon fontosnak tartják az egyes települések, az egyes településeknek a vezetői, hogy egy ilyen kis közösségi élményt adjanak az ott élő embereknek, az összetartozást tudják ezzel erősíteni, a közösségnek az erejét tudják erősíteni. És talán egy hiánypótló is a falunap. Jó lenne, ha több olyan közösségi ünnepet tudnának ünnepelni a települések, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy az emberek egy-egy produkciót, egy-egy művészeti előadássorozatot megnéznek, és közben nagyon jókat tudjanak beszélgetni. Arra utalok azzal, hogy jobb lenne, hogy több ilyen ünnepe lehetne a településeknek. Például a bucsuk a katolikus településeken elveszítették a jelentőségüket. Annak idején egy-egy bucsú összehozta nem csak a falu közösséget, hanem a családokat is. Persze más idők voltak, más közlekedési lehetőségek voltak abban az időben, de egy falusi ünnep volt a falunak a bucsúja, és azt lehet mondani, hogy ezek a falunapok ezeknek a bucsuknak a kiegészítéseképpen, vagy pedig a helyét átvéve, most már teljes egészében a szerepüket átvéve helyettesítik ezeket az összejöveteleket, a búcsukat. Nem családi ünnep lett, hanem inkább közösségi ünnep, a falvak ünnepe, és ez azért jó, mert itt a helyi kis együttesek, táncegyüttesek, népdalkörök, vagy éppen az óvodások kis csoportja meg tudja mutatni azt, hogy egy-egy időszakban mi újat tanultak, egyáltalán mit szoktak megmutatni magukból akkor, amikor fellépnek, hisz hála Isten ebben a térségben a falvak egy-egy ilyen ünnepükre, vagy másfajta ünnepre, például az idősek napjára egymás közösségeit is meghívják, vagy egymás művészeti csoportjait is meghívják, majdnem, hogy a baráti találkozókat szerveznek néptánc csoportoknak, tánccsoportoknak, népdalköröknek, vagy éppen az iskolás gyermekeknek. És azt lehet mondani, hogy így egészítik ki egymást ezek a települések, nagyon-nagyon jó kapcsolatban egymással, és egy ilyen lehetőség, onnét indultunk, hogy egy falunak az ünnepe, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezzel, hogy egymást is meghívják, vendégül látják a települések saját ünnepeiken, egy-egy térség ünnepévé válnak.